Folytatjuk. Szeretettel köszöntök mindenkit, a nevem Munkács Ildikó Perenke, a Perenkert létrehozója és gondozója. A kertnek a neve, a Perenkert, az pedig onnan jön, hogy az első cicánk, sose terveztünk cicát tartani, találtuk a műhelyben. Nekünk akkor bulterierjeink voltak, akik nem szerették a cicákat, nagyon nem szerették a cicákat, és a műhelyben volt a kutyákóla, és én bementem valamiért a műhelybe, és a két bulterier odaült a lábamhoz, magyaráztam nekik, és egyszer oda sündörgött a lábamhoz egy maréknyi kis cica, és nyávogott, de néma volt, hála jó Istennek. És én hirtelen nem is tudtam, mit csinálja, kiabáltam a páromnak, hogy hívd ki gyorsan a kutyákat, ő kihívta, én felkaptam a cicát, berongyoltam vele, és ez a cica, ő volt Ferike, aki amúgy lány volt, de valahogy olyan kis ferikés volt a feje. Ő lett az első cicánk, és ő úgy élt, hogy ő bent volt, a kutyák kint, és minden nap volt csere, amikor sétáltattuk a cicát pórázon. Addig a kutyusok be voltak zárva, mivel nálunk mindig szabadtartás volt, tehát nem voltak kennelek, meg semmi ilyesmi, ezért csak a műhelybe tudtuk a kutyusokat bezárni, de hát nem hosszú időre. Így aztán inkább a cica volt kalitkába a házban. És ez a Ferike, ez annyira közel nőtt hozzám, hogy amikor kertészkedtem, ő mindig a nyakamon ült, vagy a hátamon. Hogyha guggolva csináltam valamit, vagy a téglautakat raktam le, akkor ő mindig feküdt a hátamon, és a szomszédok mindig ezt nevették, hogy hát hihetetlen, hogy ti hogy össze vagytok nőve. És egy barátnőm mondta, hogy hát olyan vagy, mint a macskád, Ferike, Ferenke, Perenke, és így jött ez a Perenke név, tehát ez már elég régi név, és nagyon sokan egyébként így ismernek, hogy Perenke. És ez úgy adta magát, hogyha Perenke, akkor Perenkert. És tulajdonképpen ez egy emlék ennek a cicának is, aki már sajnos nincs köztünk, 14 évig együtt voltunk, nagyon szerettük. Viszont ő hozta az életünkbe a macskás korszakot, és itt mindig nagyon sok cica van. Igazából ők megtalálnak engem ilyen-olyan úton, nem itt szaporodnak, ez egy ivartalan kert, erre nagyon figyeljünk, mert szegény nagyon sok a kóborállat, és ne szaporítsuk őket, hogy még többen legyenek. És érdekes egyébként, ugye itt is megvan a technikája, sokan kérdezik, hogy tudok egy díszkertet fönntartani ennyi állattal. A kutyákat meg szoktam tanítani, tehát ha új kutya kerül ide, mert az, hogy most csak két kutya van, ez egy ritka helyzet, többen szoktak lenni, menhelyes állatok, ugye semmiféle szocializációt általában nem kaptak, így aztán én tanítgatom őket, de valóban egyébként ők hozzáigazodnak a légkörhöz. Én nem vagyok egy ideges típus, tehát így itt senki nem az. És megtanítom nekik,
hogy az ágyásokat kerüljük meg. Kicsit tiszteletbe tartom azt, hogy van futóútvonaluk, ugye hát kutyák, ők szeretnek ugatni, vagy hogyha valami idegen kutya megy el az utcán, akkor megvan a kis futópályájuk, ezt ugye megtartjuk, de mivel figyelünk egymásra, így nem is okozunk problémát. A cicákat pedig, megmondom őszintén, ne bántsák a madarakat, hát egy kicsit lustára nevelem őket, illetve kicsit kövérek, ne akarjanak ugrabugrálni annyira. Másznak ők fára, de inkább lusták. Tehát ennek meg ez a módja. A téli etetésnél is arra szoktam figyelni, hogy macska biztos legyen, tehát csak nézni tudják az etetőt, de ne tudjanak belemenni. Úgyhogy elég állatcentrikus is vagyok, mint ahogy növénycentrikus is. Mindenfele, ha itt körbenézek, macskát látok. Nagyon szeretem őket. És azt hiszem, hogy a kertem nem is lenne igazi kert nélkülük. Igen, ők is hozzátartoznak, mint ahogy a növények is. Nagyra értékeljük figyelmét, és ezúton is szeretnénk megköszönni önnek, hogy nézőink között üdvözölhetjük. Igyekszünk a továbbiakban is olyan tartalmakkal szolgálni önnek, melyek érdemesek lehetnek figyelmére, és hogy ezekről időben értesülhessen, ne felejtsen el feliratkozni csatornánkra, ha esetleg ezt eddig még nem tette meg. A kert jelenleg három részből áll. Van egy előkert, ami körülbelül 1000 négyzetméter. Az előkertnek az egyik fele teljesen árnyékos, inkább árnyékos, mint félárnyékos. Itt egy diófa uralkodik, illetve loncok, némi nemű terülő rózsa található benne, japán juharok és a hortenziák itt nagyon jól érzik magukat. Ez az előkert egyik fele, illetve van az előkertnek egy másik fele, ahol idén megváltam a ciprusoktól, sajnos meg kellett válni tőlük ezek a lejlandi ciprusok, akik már a 20 métert sajnos elérték, és kezelhetetlenné váltak. Nem voltak biztonságosak, nem azért, hogy kiborulnak, de sajnos a elektromos vezetékekben nagyon belenőttek. Így, mivel azoktól megváltam, rendkívül napos lett az a rész, amivel nincs semmi baj, mert ugye ami örök változás itt a kertben, tehát itt most ez nagyon előjött, ott egy parasztkertet hoztam létre, 2 hónap alatt sikerült bevirágosítani, szerintem olyan, mint hogyha már egy éve, vagy 2 éve be lenne ültetve. Ez az egyik erősségem, hogy azonnal készre tudok valamit csinálni. Mindig is ilyen voltam mindenben is. Ha valami a fejembe jön, akkor azt azonnal nekem meg kell csinálni. Tehát az az előkertnek egy full napos része, és ott most újra rózsák vannak, és szalmavirág, régi virágok is megtalálhatóak. A másik fele pedig ugye egy árnyékos kert. Majd van egy középső rész, az kb. 1500 négyzetméter, az fás, cserjés rész, inkább ilyen, hát ott nagy fenyők vannak, cserjék vannak, japán juharok vannak, terülő borókák, ciprusok, kispici fenyők vannak, ilyen kis különlegesebb fenyők. Az egy elég szépen beállt rész, tehát úgy gondolom, hogy ott már semmit nem kell csinálni, tehát ott már csak gyönyörködni kell, az egy nagyon jól beállt rész. Párás, lényegesen hűvösebb, mint a kertben, vagyis lényegesen hűvösebb, mint az előkertben a napos rész, tehát 5-6 fokkal is hűvösebb van. Majd van a hátsó rész, ami ugye még utólag lett vásárolva a kerthez, ami pár éve még szántó volt. Odaültettem az akácokat, a ciprusokat, ja, és ott található még 10 darab diófa, 25 darab baraszfa lett ültetve, már csak 19 van belőle, illetve találhatók szilvafák, egy-két gyümölcsfa, szilvafa, almafa, egyebek, és ott a tavalyi év augusztusáig tulajdonképpen csak fák voltak, és az ősgyep.
Viszont tavaly úgy éreztem, hogy kijebb kell mennem, mert már itt bent nem férek, virágokat is akarok, így ott elkezdtem kialakítani egy új ágyást, ami körülbelül 6-800 négyzetméter maga az ágyás, mulcsozásos technikával készül, az ősgyebbe, közvetlenül a gyebbe, mindenféle előkészület nélkül beleültettem az évelő növényt, vagy a rózsát, vagy egy-két kis oszlopos fát, egy-két kis cserjét, akik azért nem fognak túl nagyra nőni, és utána körbe kartonoztam mindezt, és hozott falevéllel lemulcsoztam. Így esztétikailag is elfogadható, illetve a karton előzi, tulajdonképpen megsértődik a tarack és a folyófű, így aztán nem fogja lefolytani a növényeket, illetve az ágyáson kívül fognak ezek nőni. Ez nekem több éves tapasztalatom, már 10 éve is csináltam ezt a takarást, csak akkor még nem volt kartonom, és mindenféle fellelhető, természetes anyagú rongyszőnyeggel, és arra raktam a mulcsnak valót. Az a rész, annak ugye van az árnyékos része, van egy erdei része már, mert az akácfák annyira megnőttek, illetve vannak hatalmas fűszfák, ahol rendkívül jó a klíma, illetve van egy napos mezős része is, a 3000 négyzetméteren ez mind megfér. Tó nincs a kertben, sokan kérdezik, hogy miért, úgy gondolom, hogy az már nem férne bele az energiámba, hogy azt is gondozzam, illetve még nem találtam olyan tó létrehozási lehetőséget, vagy nem tudom, hogy tudnám megvalósítani, hogy olyan tavam legyen, aminek nem kő a széle. Tehát igazából itt a hármaskörös folyó mellett kubikgödrök vannak, és az nekem rettentően tetszik, hogy ugye a természetben vannak ez olyanok, mint a mini tavak, és hogy a növények szépen ránőnek a szélére, és ott van, és én csak ilyet szeretnék. Tehát semmi mesterkéltséget nem, az nekem tájidegen lenne, úgyhogy még nincs tavam, azt nem merem mondani, hogy soha nem is lesz, mert azt nem tudhatom. A nagy kertezésem közepette, hogy mindig földes a kezem, tolom a talicskát, kőműves kalapács hozzánőtt a kezemhez, mert a bontott téglához kellett, és mentem a girisztákat a köves útról, mindenféle bogarat összeszedek, kígyót, békát szó szerint, békát is semmi problémám nincs vele, azt tudni kell, hogy csigafóbiám van. Tehát olyan szinten csigafóbiám van, hogy én például este csak gumicsizmában vagyok hajlandó kijönni a kertbe. Egyszerűen nem tudok velük mit kezdeni. Félek a házas csigától is, a mesztelen csigától rettenetesen, és mindezek ellenére kertészkedem, tehát én kesztyű nélkül soha. Egyetlen egyszer nyúltam kesztyű nélkül egy kiásott növényhez, és ráragadt egy mesztelen csiga az kis ujjamra, és én sikoltozva ráztam a kezemet, nagy nehezen leráztam, már kezdtem levegőt kapni, mikor lenéztem, és a hasamon mászott. Tehát akkor én úgy éreztem, hogy soha többé a kertben nem jövök ki, de hát ugye ezen túl kellett lépni. Illetve az elmúlt héten a szivattyúnál valami fehér világított, este jöttem ki, és oda néztem, és valami fehér világított, és egy mesztelen csiga volt, egy hófehér mesztelen csiga, egy körülbelül 10 centi hosszú, 8 centi hosszú inkább, és le is fényképeztem több oldalról, ugyanis tudom, hogy itt nem őshonos a fehér mesztelen csiga, illetve már most megjelent egy újfajta, fehér mesztelen csiga fekete nyakkal és fekete fejjel, ez teljesen hófehér volt. Azonnal megkerestem egy csigológus urat, és kérte, hogy fogjam be.
természetesen a csiga azóta nem jött elő, a pajtásai, mert én arra gondoltam, hogy albinó csiga, de felhívták a figyelmemet, hogy sajnos van egy csiga fajta, ami itt talán itthon még nem találtak, mélyen él, 1 méter mélyen a föld felszíne alatt, és földi girisztákkal eszik, egy ragadozó csiga a pengefogakkal. Ezt most csak azért mondom el, hogy annyira félek a csigáktól, hogy rengeteg mindent összeolvastam a csigákról, tehát elég jól kiképeztem magam csiga ügyben, de csak azért, hogy hogyan védjem meg magam velük szembe. És így kertészkedtem végig az életemet, hogy a mai napig, ha valami nedves vagy hűvös, vagy bármi hozzám ér egy falevél, én ugrok. Tehát mindig azt hiszem, hogy egy csiga támadásnak vagyok az elszenvedője, hála Istennek nem. Ebben a kertben van egy domb, ami valamikor egy sziklakert volt. Ez a domb úgy alakult ki, hogy mikor megvettük ezt a házat, hát elég erőteljes felújításra volt szükség. És ahol a domb van, ott volt egy betonmedence, egy körülbelül 1,5-3 méteres betonmedence, olyan 1 méter 10 centi magas, és mellette volt közvetlenül egy ásott kút, de teljesen közvetlenül, mintha egybe lett volna valamikor építve. Hát ugye semmit nem tudtunk erről a betonmedencéről, és kérdezgettük a szomszédokat, hogy mi lehetett, hogy lehetett, és azt mondták, hogy ez vegyszertároló betonmedence volt, és én akkor nagyon megijedtem, hogy úristen, mi szívódhatott bele, és nekem kisfiam van, és jaj, azt le kell bontani. Hát akkor úgy gondoltuk, hogy fiatalok vagyunk, erősek, majd mi lebontjuk. Hát nem sikerült, meg se bírtuk mozdítani, még semmi ilyesmi nem történt. Utána hívtunk gépet, kijött egy kis bobket, aztán kijött egy kater, aztán a medence maradt. Mert hogy a kater is fejre állt, tehát elég masszív kis jószág. Annyit tudtak elérni, hogy a tetejéből lekalapáltak egy olyan 60 centi magasságban, és az alja, az a nagy vastag beton az ott maradt, meg a széléből, ez kb. Ilyen 40 centi vastag széle volt ennek a medencének, az itt maradt is. Hát ugye ezzel nem tudtunk mit kezdeni, hát akkor én kitaláltam, hogy egyelőre a házból hordjuk oda a betont, törmeléket, amíg el nem vitetjük, és akkor majd. Na de hát milyen a kertész, nem bírtam én ezt nézni. Talán egy hétig. És akkor én mondtam, hogy nekem ide föld kell. Tudom, hogy ideiglenes, de én itt ezt eltüntetem, én ezt nem bírom, ezt a látványt. Na most ezt olyan jól sikerült eltüntetnem, hogy ennek már 15-6-7 éve, és a domb még mindig megvan, amely gyönyörű sziklakertként üzemel. Tehát abba beleültettem icipici sziklakerti növényeket, természetesen mindenféle földet, amit kaptunk, találtunk, kiástunk, az oda belekerült, minden, de ilyen veszélyes hulladékot vagy sittet nem raktunk bele, csak földet. És beleültettem rengeteg tulipánt, egy holland kollégámtól kaptam egyszer, 500 darab tulipánt küldte nekem postán, illetve mindenféle kötörőfű, egyebek, teleszórtam mézvirággal, ami annyira elszaporodott a kertben egy időben, nem aki ismeri, azt tudja, miről beszélek, hogy itt ilyen 10 méteres átmérőjű körben csak lila és fehér mézvirág volt. Az, amikor virágzott, az az illat, ami az utcán terjengett, mert ugye mindig nyugatról fúj a szél, és kifele fújta a kertből, hát az olyan fantasztikus volt. Illetve beleültettem még ebbe a kis domba egy borbolyát, egy tűztövist, és 2 japán kúszó ciprust. Na most azt tudni kell, ültettem még egy terülő tiszafát is, azt tudni kell, hogy tavaly év januárjában úgy gondoltam, hogy megmetszem a ciprust, ugyanis az a ciprus legalább 8 méter átmérőjű volt már, a tűztöv is annál több. Tehát
már az utakat se lehetett használni, illetve a teraszra bőven bementek. És akkor gondoltam, hogy megmetszem, és annyira csúnya lett a metszésem, hogy úgy döntöttem, hogy megválok ezektől. És bizony levágtam. És itt is azt mondom, hogy ezzel nincs semmi baj. Tehát elbúcsúztam ezektől a növényektől, és új élet, új változás, és ezer mást be tudtam oda ültetni. Ettől függetlenül tudtam, hogy a borbolyát meg lehet menteni, őt csak visszametszettem. De maga az a borbolya egy alapfaj akkorára nőtt, hogy a vérszilvát elnyomta. Tehát egy kifejlett fát elnyomott, akkor gondolhatjuk, hogy milyen nagy volt, hatalmas. És most ennek a dombnak a helyén különleges kis törpefenyők vannak, vagyis a dombban, mert a domb az nem szűnik meg. Különleges kis törpefenyők vannak ültetve, illetve egyéb kis talajtakarók, ezt láthatjuk a teraszról, egy kellemes látvány. Voltak még a kertnek egyéb története is. Az élet úgy hozta, hogy válás történt benne, és akkor a kertnek több részét el kellett adnom, amelyeket sorozatosan visszavásároltam, de a hátsó részt azt kétszer is eladtam, és tulajdonképpen azt háromszor vettem meg, mert egyszer az önkormányzattól, kétszer meg az embertől, akinek eladtam. Így ezekben az időszakokban mentettem kifele a növényeket. Tehát amit előtte 5 évvel beültettem, azt kiástam és pakoltam átfele mindig az örök területre. Tehát amit tudtam, hogy nem fogok soha eladni. És így egy kicsit katyvaszos lett a kert, kicsit káoszos volt. Aztán szerencsére az élet úgy hozta, hogy vissza tudtam őket vásárolni, és meg tudtam azt oldani, hogy valószínű, mert tényleg soha többé nem kell eladnom. De ugye ember tervez, Isten végez. Megvan az a lehetőség, hogy ketté tudom választani ezt a portát, hogyha mégis búcsúzni kellene, de remélem, hogy az az én életemben már nem történik meg. Amitől én nagyon féltem, hogy ezt az aszályos időszakot nem fogja kibírni a kert, de úgy gondolom, hogy ezek a növények annyira támogatják egymást, olyan összhangban élnek, hogy megvédik egymást a betegségektől. Tehát amíg a környéken a tuják, fenyők sorba pusztultak ki, legyengültek, addig itt, mint egy zárt kolónia, mint egy zárt rendszerben semmilyen nem történt. Tehát boldogok nem voltak az a szájban, de ettől függetlenül senki nem betegedett le, és nagyon szépen átvészelték. Azt nem tudom, hogy még hány évet bírnának átvészelni, hogyha olyan aszályos időszak jön, mint a 22-es. Azt hiszem, hogy azt nem kalkuláltuk bele, mikor idejöttem, mert akkor nagyon magas volt a talajvízszint, most pedig rendkívül alacsony. Tehát itt több 100 milliliter víz hiányzik eső formájába, ami nagyon jó lenne, ha lenne. Másnál esik, nálunk meg nem esik. Thank you.
választanom kéne, nem tudom. Nem tudom, hogy melyik az igazi kedvenc növényem. Egy pár hete ültem a kertben, elbúcsúztam három puszpánktól, mert ugye a puszpánkmójjal én se tudtam mit kezdeni. Egy időben nagyon jó volt, még voltak verebek, ők fogyasztották a puszpánkmójnak a hernyóit, de aztán eltűntek valamilyen oknál fogva a verebek, és gyönyörű nagy évtizedes puszpángjaim voltak. A fiam nagyon szerette őket, borzasztó sokként érte, hogy ki kellett vágni, amit egy felindulásból mondtam, hogy jó, akkor itt a vége. Tehát az, hogy folyamatosan vegyszert permetezzek ki, csak azért, hogy három növényt megmentsek, és ezt mondjuk heti szinten, úgy gondolom, hogy ez így nem lesz jó. És akkor, ahogy ültem szembe ezzel a kivágott puszpánggal, és néztem a kertet, arra gondoltam, hogy van-e valami az életemben, ami hiányzik? Tehát van-e valami, ami boldoggá tenne? Amit most megkaphatnék, és azt mondtam, hogy igazából nincs. Tehát mindent megkapok itthon, mindent ebbe a kertbe. A gyermekem egészséges, boldog, én jól vagyok. Mi többet kívánhatnék? Semmit. Egy ősfát maximum. De hát idő meg nem adatik. Úgyhogy én azt hiszem, hogy nekem itt minden megvan, amire én vágytam. És még ha nem is tudatosan épült ez a kert, hanem egy kicsit ilyen, egy kicsit olyan perenes ez a kert, mint én. Hogyha azt hiszem, ahhoz, hogy én ki tudjak teljesedni, 10-szer újra kellene születnem, és akkor lennék kertész, tájépítész, műbútorasztalos, kovácslegény, lennék állatgondozó, állattenyésztő, minden lennék, festőművész lennék, keramikus lennék, nagyon sok minden lennék. Ebben a pici kertben mindenből egy csipetet megpróbálok belerakni. Ja, azt hiszem, ennyi az igazából a kertem története. Nagyon szeretem. Csak nem merek kint aludni, mert félek a csigáktól. Igen. Nagyra értékeljük figyelmét, és ezúton is szeretnénk megköszönni önnek, hogy megtekintette filmünket, és nézőink között üdvözölhetjük. Igyekszünk a továbbiakban is olyan tartalmakkal szolgálni önnek, melyek érdemesek lehetnek figyelmére, és hogy ezekről időben értesülhessen, ne felejtsen el feliratkozni csatornánkra, ha esetleg ezt eddig még nem tette meg. A feliratkozás gombot a videó alatt találja meg, melyre ha rákattintott, az ezt követően mellette megjelenő kis csengőt is megnyomva, azonnal értesülhet legújabb tartalmainkról. Ha kérdése merült fel filmünk megtekintése közben, vagy csak a témához kapcsolódó információt szeretne közzétenni, megjegyzést hozzáfűzni, kérjük ne habozzon azt megírni itt, a videó alatti komment szekcióban. Tetszését vagy nem tetszését is kifejezheti a videó alatti like vagy dislike gombok valamelyikének megnyomásával. Számunkra fontos az ön véleménye is. Köszönjük visszajelzését!